Sziasztok, sziasztok, Ádám vagyok. Unturnetezni fogunk, és legnagyobb csodálkozásomra az eredeti profilunkat, vagyis amit a PEI mappon játszottunk, profilunkat, azt a szoftver telepítés és a játéktörlés ellenére is meghagyta nekünk, szóval ugyanazzal a profillal tudjuk csapatni, mint amikor már mint amivel legutoljára abba hagytuk, és úgy elég rég volt Unturned, már mint így saját profilommal. Ugye itt folytattuk a military base-en hagytuk abba. Itt ezt itt már egyszer voltunk bent, az annyi volt. Aztán ki is jöttünk, nehogy ide ránk spannoljanak a zombik. Úgyhogy nagyon rég volt már Unturned. És nagyon szépen fut a játék, mint hogy mondjam, mert hát egyáltalán látjátok ezt, hogy nem laggol. Rendesen szépen működik minden. És minden cuccunk megvan. És ami új dolgot tudtam meg, hogy ilyen metal scrapből le lehet craftolni. Mindjárt látni fogjátok talán. Metal, ilyen nem biztos. Hogy találom, megtalálom, de vagy nem biztos, hogy jó helyen keresem, szóval ilyen metal scrapből, kettő darab metal scrapből lehet ilyen metal sheetet, ilyen, igen, metal sheet, talán hogyha ide írom, hogy metal search, igen, látjátok, hogy metal sheetet lehet kettő darabot, vagy nem, kettő darab metal scrapből le lehet egy darab metal sheetet craftolni, és kettő darab metal sheetből le lehet egy fűrészt craftolni, amitől tudunk vágni fákat, vagy igen, végülis ez a helyes megfogalmazás, ha így nézzük. Szóval tudunk házat craftolni, vagy bármit craftolni, de úgy gondoltam, hogy el kéne szerintem indulnunk. Elő kéne venni ezt. Elég rég játszottam már. És ugye nézzük meg, hogy... Vagy várjunk, tegyük fel a Night Vision-t ugye, hogy lássunk is. Már ha megvan, nem tudom, hogy megvan-e. És nincs meg. Ja, de megvan. Hú, de megijedtem. Egy legalább látjuk is ugye a zombikat. Ott van egy. Jó, hát az messze van. Nagyon. Jó van, hát ez nagyon egyszerű volt. Maple Strike F. Nincsen helyünk. Mi ez a Maple Strike? Nézzük már meg, hogy kell-e valami. Hú, ez nagyon jó ez a fegyver, ez micsoda. Paintball puska, az azért jó, mert rengeteg lőszerünk van hozzá. Csak az a baj, hogy ilyen puskákat nem nagyon gyűjtök. Jó, akkor craftoljunk le tulajdonképpen szerintem ilyen metal sheetet, és akkor megmutatom, hogy miről van szó. És azt se tudja. Francba. Inventory. Hú, látjátok, ilyen jó nagyok. Ezt a kettőt mindenképpen be kéne valahogy rend... Aha, így lehet a legegyszerűbben, ugye? Ezt a kettőt berakjuk ugye, és akkor megmutatom, le lehet craftolni. Nézzük is meg, hogy nem fogom tudni megtalálni, szóval inkább így, sav, és itt van, tessék, le lehet kettő metásítba, és akkor tudunk craftolni, tök jó. Ezt meg vissza lehet craftolni, az mindegy, ez már nem kell. Jó, és akkor várunk azt, ezt. A másikat már nem tudjuk felvenni. Akkor annak is kerítünk majd helyet. És akkor szerintem... kéne craftolni majd egy ládát is, ugye, amiben rakjuk a cuccunkat. Szóval valahogy jobban meg kéne így csinálni. Ajajaj. Nem tudom, hogyan kéne. Várunk, itt még van üres helyünk. Nincsen üres helyünk. Az gáz... Nézzétek, hogyha nem googolunk éppen, akkor látszik is.
tele vagyunk mindenféle katonai szerszámok, kivéve az a jéghokiütő, de az tök mindegy. Olyat kívánunk, kajálni kéne, igen. Akkor nyomunk egy kaját. Lúni az nem tudom, mi az biztos, hogy nem kaja. Nincs kajánk, nehogy már. Kerrot, jó. Kicsit, aha, vizet is. Szinte a gyümölcsök azok jókat adnak. És még így se lát, akkor nézzük tovább. A répás csak egyet vitte. Na, legalább csináltunk valami újat, craftoltunk ilyen fűrészt, és akkor legalább tudunk. Szirup. Mi van? Van olyan, ami nem kell nekünk? Ez a kis kis pisztoly, ugye ez az Avenger. Mi van még itt? Valami csokoládé, vagy nem tudom. Ez kicsi sokat adott. Vagy lehet, hogy később kellett volna megenni. Na mindegy, akkor nézzük. Akkor ezt... kéne átvarjálni. Hogy... ezt ide rakjuk. Ja nem, nem is itt kéne átvarjálni. Hanem amit tudunk... de berakjuk. És megint missing space van, az hogy lehet? Az előbb befért volna minden, nem? Nem értem. És ezek mik? Ez meg csokoládé, jó. Taki. Kell nekünk ez a paintball? Nem nagyon, nem hiszem. Mert maximum visszajövünk érte, azt jól van. Ja, kéne mondjuk helyette. Betennénk helyette ezt a azét. Ezt betennénk helyette. Ja, azt nem lehet, akkor ezt átrakjuk ide. Jó, bocsánat gyereke, vagy srácok a molyolásért, csak... csak... aha, most már jó lesz. Jó, okés. Akkor minden remek, minden befért. Oké, és akkor szerintem menjünk tovább. Csak már megszoktam több játékban, hogy vasdal mozgok, itt pedig nyilakkal mozgok. Itt is egy zombi. Arra nincs zombi, akkor tökéletes egyébként ez a night, nagy night vision. Ugye éjjel látó. Úristen! Nagyon kemények ezek a katonák. Jó van. Azt hittem, hogy egy pillanatra így elkábul, ugye egy így néhány másodpercre el szokott kábulni. Betolunk valami gyógyszert, ha van. Ha nincsen, akkor... oh, itt a bedroll. Krumpli is van. Kéne ruhát is szerezni. Máshonnan kéne ugye cuccot szerezni, ahol nem csak ilyen katonai cuccok vannak, mert most én hiába vagyok a katonaságon, nem lesz jobb semmi. Ó, jármű az jó. Ja, ott van egy zombi. Nincs több helyen zombi. Akkor vagy észrevesz, vagy nem. Hú, de messziről. Hoppá. Kicsit túloztam. Eltúloztam itt a dolgokat. Akkor viszont... 48% életünk van, még jó, hogy nem vérzünk. Jó, akkor kocsit viszont mindenképp szerzünk. Kicsit nagy zoltam itt ezekkel a dolgokkal, úgy hú, de jó vagyok, de kicsit itt megszivattak a zombik. Hoppá, ott egy zombi, azt nem kéne. Kár, hogy nincs ebben a játékban külső nézet.
tudunk azokon szerintetek ki tudunk menni a sorompókon? Mondjuk a ki is tudnánk menni. Nem sokat érnénk vele, ha egyszer. 10% üzemanyag van. Tolatás. Nem már. Csak nehogy beakadjunk két sorompók közé. Annyira rossz ebből, néha annyira rossz ebbe a játékba a fizika. Bocs, srácok, itt a legelején a molyolásért, már egyből. Még egyszer, csak rég játszottam már a játékkal, aztán... Mi van? Mi történik? F. És komolyan felborítottam. Ez szép volt. Most tudunk menni? Ja, nem is ezzel kell. Mindig a dupla V-t nyomok a... Vagy nem. Igen, dupla V-t nyomok mindig a nyíl helyett. Itt is van valami. Itt kipottyantott ott. Jött a pisztoly. Jó, akkor visszamegyünk az utolsó kocsiért, aztán most már tényleg nem hülyéskedek. Ott van egy zombi. És nem vettek még észre, tök jó. Addig jó. Úristen, de észrevettek. Nem látok semmit. El kéne ütni a zombit. Át lehet ütni, de durva. Ajaj, 17-16. Hol a zombi? Úristen, ez... Na ez a nem vált dolog volt, ez felrobbant a kocsi. Respawnolok. Csak hová az a kérdés? Hát... Szerintem az van, hogy... Hogy nyomok egy ilyet. Megint ide spannolt. Mert ugye ez nagyon messze van a military base-től. Hajjaj. Megint akkor ez a suicide, yes. Valahová respawnoljon, csak ne, remélhetőleg ne ugyanoda. De már megint ide respawnolt, ezt nem hiszem el. Na már. Légy szíves, olyan helyre spannolódjál, ahol nincsen ilyen, ezért. De megint ugyan oda spannol. Nem értem ezt a játékot, nem fogom fel, hogy miért mindig ugyan oda kell, hogy spannolódjak. Spawn, megint ide, ugye. Jaj, de ez nagyon idegesítő, hát ez... itt automatikusan meg lehet halni, de én ezt nem értem, ezt a játékot, hogy... Miért nem képes máshová teleportálni. Kár, hogy nem lassítottam le azt az ágyat ott a military base-nél. Milyen? Ez az én hullám. Remélhetőleg nem fognak eltűnni a cuccaim, szóval siessünk nagyon durván. Várjunk egy kicsit, kizumolok innen. Hú, hát én nagyon messze vagyok ettől a helytől. Hú, hát én nem tudom, hogy fogok ott átjutni. Követni kell az utat, vagy találni kell valami helyet. Na, ezért én nagyon nem szeretem. Most sehol se fogunk leállni, hanem futunk oda a military base közepére kávé, és akkor... Vagy hát, já, az nem a közep, ott a szélén vagyunk. Csak szerezni kéne egy járművet, vagy nem tudom.
csak annyira rossz, hogy... Mindegy. Most komolyan itt futunk. Csak remélem nem fog eltűnni a cuccom. Hát nagyon örülnék neki. Legalább minden feltöltődött teljesen. Hát nekem nem ez a játékfaló nagyon. Tehát ez nagyon... Nagyon gáz volt. És ugye még az sincsen, hogy nincs semmi sem. Ezek a kocsis se használható szerintem. De azért megnézzük. Legalább egy kicsit mehessünk ebben. De szerintem ez csak design. Ez egyértelműen nem vezethető. Kár, hogy a... Ebben a játékban kevés a... autó. Vagy hát nem csak az autó, hanem bármilyen jármű. Hova kell, merre menjünk. Itt, nem fogom mint az egész helyet megkerülni, szerintem átvágok ott Montagun. Valahol erre van ugye. Tehát még autót is fogok találni. Hát igen, azért internetből visszajönnek néha ezek a pekkek. Hogy én itt meghalogatok, itt elég gyakran. És még éppen, hogy el tudnák talán kezdeni craftolni, még azt se tudnák. Most kivételesen nem harc közben, hanem nem autós üldözésben haltam meg. Ősi halált haltam be. Nem nevezném ennek. Viszont itt rengeteg a zombitos, hogyha lenne egy autó, azt simán kinyírnám. Vagy valami jó kis fegyverre, itt nem távolra, ilyen mesterlövész puska, az tök jó lenne, hogy nem utcából utcára kinyírni az embereket, vagy ezéket. Remélem nem fognak eltűnni az utcaim. Ettől félek a legjobban egyébként. Csak azért mondtam, hogy legalább valami jó helyre spannolódjak, és ne ez legyen. Nézzük meg itt a mappot, hát pontosan ott van előttünk. Ugye itt van egy ilyen börtön. Van ilyen, hogy gyors úszás. Nincs egy gyors úszás, kár. Majd valamikor a börtönre is el, börtönbe is elmentünk, de oda nagyon ki kell gyúrni magunkat. Ugye a skilleket kéne nagyon fejleszgetni, ha már így ilyen ölő emberek vagyunk. Bár az most nem nagyon jött le. Na nézzük megint a mappot, jó irányba megyünk még mindig. Így úszik az ember ilyen munkás ruhában. Csak érünk már oda. Nem akarom, hogy a cuccaim eltűnjenek. Meg remélem ennyi idő alatt nem fognak respawnolódni a zombik, szóval még azokat is kinyírni. Ó, nagyon jó lenne. Na. Viszont nincs ilyen gyors úszás, az gáz. Na. Érünk már oda. Hoppá. Ezt nem így akartam. És most futás!
tűnjenek el a cuccaim, ne tűnjenek el, nagyon-nagyon-nagyon kérem, hogy ne tűnjenek el a cuccaim. Most hol vagyunk? Hol van a military base? Ja, hogy még arra ebből. És tök jól már elkezdhetnénk craftolni, hogyha nem haltunk volna meg. Ja, meg ugye így ugrottunk időt is át. Szóval még este volt. Vagy, ja, hogy akkor már világos volt egyébként? Azért tűnt olyan másik színűnek? Vagy azért, mert ott szétvertek minket. Ott megy egy szarvas. Ott van egy jármű, az egy ilyen fehér autó. Azt szerintem csak addig tudott jönni. Szerintem már 0%-om van. Viszont egy üzemanyag tankot kéne keríteni. Úgy remélem nem spannolódtak el a... Vagy spannolódtak vissza a zombik. De vissza spannoltak. De viszont a remélem a cuccom az viszont tényleg nem tűnt el. Az a legjobban féltett dolgom, hogy... És itt a jármű. Hoppá. Hogy meg kéne kerülnöm ezt az egész helyet hátul, könnyebb lenne, mint elől? Nem tudom. Sőt, az se garancia, hogy még megvannak a cuccaim. Mert ha nincsenek meg a cuccaim, akkor bizony az fog lenni, hogy még nem tudom. De én ebből a távolságból nem is látnám meg a cuccaimat, szóval. Ja, meg a másik oldalon van, úgyhogy hiába megyek itt körbe. Jó van, akkor azt a zombi... volt jó pár zombi van. Ott kicsaptam ugye járművel a... Ja, tényleg, és nem is zombi ölt meg, hanem ugye felrobbant az autó. Azért haltam meg. Szóval, hogyha amint 0%-on van már az autó, egyből már futni kell. Lehet, hogy még megvannak a cuccaim. Csak az a baj, hogy a kerítésre nem lehet átugrani, szóval... Így is úgy is, az az első zombival mindenképpen... vagy el kell csalnom, vagy nem tudom, de... De... Remélhetően mögöttem nincsen zombi. Csak elcsalom mondjuk valameddig. Valameddig. Nem nagyon akarok itt harcolni vele. De meddig tud ez eljönni, ha? Ja, hogy még mindig követ. Jön, nehogy már visszamenjen. Remélem megáll valahol. Mert annyira zöld, ugye, maga a zombi zöld, azért nehezen lehet észrevenni. Visszament? Nehogy már visszamenjen. Elvileg ott kell, hogy legyen. De annyira nehezen látszik meg, hogy a zöld a zombi is. Szóval nem kéne szem elől téveszteni ugye be. Az a zombi ott nyugton van. Na és most lesz a gázosabb. Ugye ezt is el kéne csalni. Ott nincsen. És ki tudja, hogy még ott a kerítésen belül még hány zombi lesz. Ó, és ott is van egy zombi. Most nem az, hogy meg akarom ütni, hanem hogy most az a lényege, hogy meghallja, hogy én. Hú, hát én most nagyon be fogok itt szarni. Szerintem. Ez a sorompókkal lehet valamit csinálni. Nehogy már. Visszajött a zombi. Ez most komoly. Nem már. Kéne szerezni egy autót, vagy nem tudom.
Az se jó, hogy szétrohanom a zombikat. Most a következő kéne kitalálni. Hogy jutok be a cuccaimhoz, ha egyáltalán még megvannak. Szóval... Azt megnézem. 25 perce megy a videó, vagyis... Igen, videó. Szinte csinálják egy ilyet, hogy én most beszaladok ott, aztán... Vagy valaki észrevesz, valaki nem. Vagy szétütnek, vagy valami lesz, de... Szerint... Szóval... Szóval ugye ott a bábuknál maradt a cuccaim, ha egyáltalán vannak. Hogyha nincsenek, akkor hagyom meghalni magam, hogyha vannak, akkor megpróbálom összeszedni őket esetleg. Bár mondjuk, hogyha a kerítések mögött nincs senki se, akkor most elmondom a dolgokat. Szóval, hogyha a kerítés mögött nincs senki, akkor én attól függ, hogy jönnek a zombik. Lehet, hogy ott fogok kifutni a másik oldalt, viszont akkor még két, legalább egy, de lehet, hogy még két zombi, vagyis négy, akkor még ötödik zombi is jön, szóval szerintem, vagy az hogy áll az? Az a zombi, az szerintem pont felém néz, vagyis ha itt elsúnyogok e mögött, akkor lehet, hogy csak egy zombival kell megküzdenem. Hát... Kívánjatok szerencsét nekem így az videó utolsó pillanataira. Ugye itt nincs senki. Jó, ez még megvan. De az viszont előtt minden. Hiába megyek el mögötte, attól még észre tud venni, mert ott vagyok oldalt. Jó van. Akkor ugye kontrollal lehet futni. Akkor nézzük meg, hogy ott vannak el egyáltalán cuccaim, velünk kicsit eltávolítom magam. Ugye nagyon zavaró ez a hal szem, vagy nem tudom, hogy hívják, mert hogyha így nézzétek, mondjuk azt a zombit nézzétek, az milyen messze van, hogyha így fordítom a kamerát, akkor milyen közel van. Nagyon, nagyon zavaró. De ez van. És szerintem ezen nem is lehet állítani, de lehet mondjuk, nem tudom. Na, szóval kívánjatok nekem szerencsét, nem is akarom itt húzni az időt. Futás, futás, futás. Hol van? Ott jön. F. Hát ennyit erről a tervről. Na, végig sikerült, megúsztunk 40% élettel. És úgy látom, hogy eltűntek a... Ja nem. Nem biztos. Ott vannak a cuccaim. Csak nehogy észrevegyenek, ugye. Vagy tudjátok, mint az a következő az a terv. Nem. Felveszünk mindent. Csak nehogy meghallják, ugye? Meg képesek és meghallják. Üres, nincs több hely. Akkor azt fogjuk most csinálni, hogy ezt levesszük. Ezt is levesszük. Ezt felrakjuk. Ezt is felrakjuk. Ezt visszarakjuk, ugye? Meg ezt is. Lekraftoljuk. Szerencsére ilyen távolságból még nem hallanak meg a zombik. Lehet, hogy mázlink lesz, és sikerül. És megint nincs hely. Akkor megint módosítunk. Ezt kivesszük. Itt van az ütő, ezt berakjuk. Már megint kettő hely kell.
Szerintetek hol? Mit csináljak? A kés az nem kell nekünk. Szerintem ez a nyílpuska se kell, úgyhogy ezeket hagyom. A Night Vision-t nem tudom hova tenni, szóval marad rajtam. Akkor... Jól van. Akkor 40% élettel megúsztuk. Az tök jó. Van itt gatya. Van itt füst. Cuccos. És van itt dinamit. Dinamit? Vagy ilyen explózív akármicsoda. Military vest. Ez ugyanolyan, mint ez a másik. Esik az eső. De durva. És így esik az eső, tényleg. De durva, én ilyet nem sose láttam, hogy is. És esik ántörnetbe az eső, várjatok, ezt leveszem a Night Vision-t. És de tényleg esik az eső. Én ilyet tényleg sose láttam még. Ántörnetbe, hogy valaha esett volna az eső. Várunk, ebből craftolok ilyen ragokat. Hol van? Van előbb a ruhák, az már megvan. Craftolok ilyen ragokat. És ennyi. És akkor meggyógyítom magam azokkal a ragokkal, ha megvan. Ha megtalálom őket. Hova rakta a ragokat? Nehogy ledobta. Hol vannak a ragok? Ja, itt van egy. ötvenöt százalék jól van. Akkor, ja, hogy csak egyet csinált. De miért? Na mindegy, annyi baj legyen, legalább ezt fel tudom szedni. És akkor nálunk lesz nem ez, hanem ez. És... És ezt ugye ki lehet kerülni, ugye, ahogy az előbb. Bocsánat, srácok, hogy nagyon húzom itt a videót. De ezt viszont mindenképp meg kell csinálni. Ugye ez pont nem felém néz. Ú, tökéletes. Velünk van minden? Ez kell. Ez mindenképp, és akkor szerintem... Hát ez nagyon meleg helyzet volt, ezt elképzelni se tudtam, hogy ezt hogy tudjuk megcsinálni, hogy egy darab kést véletlenül találtam, és azzal itt szétszúrjuk azt a zombit, és mégis túléltük. Hát várjatok, ezt le kell vennem, mert... Ó, és még van helyem is, ráadásul, tök jó. Jó, és akkor befér. És ezt figyeljétek, én ilyet még soha nem láttam. Tényleg, esküszöm, hogy még ezt, most többet már nem fogom elmondani, de én ilyet tényleg sose láttam még, hogy esik az eső ántörnetben. És ez is ilyen nagy túlcsák lesznek. Na. Jól van, akkor szerintem elbúcsúzom tőletek, és akkor majd innen folytatjuk, és akkor... Végre van fűrészünk, és tudunk fát vágni. Aminek nagyon-nagyon örülök. Szóval, én Adam voltam, köszönöm a figyelmet. Egyébként azt meg... Na, most már harmadszor akarok elköszönni. Szóval, azért voltak... Amikor meghaltam, és átspannoltam oda, és 10-szer spannolgattam, és mindig ugyanott maradtam, hát akkor én azt mondtam, hogy az összes cuccom elveszett, és nem fogjuk soha visszakapni meg minden, aztán kitörlöm az egész játékot, és soha nem fogok játszani. Egyébként azt akartam mondani, amikor ott voltam, hogy ez lehetetlen. Aztán ott lát, és ott ki, és aztán ott voltam a sorompónál, ugye, két sorompó között a falnál, azt láttam, hogy mennyi zombi van, hát azt gondoltam, hogy oda biztos nem fogok eljönni. Aztán néztem vissza, hát mögöttem még egy zombival, hát akkor most már végképp meghalok. Aztán végeztem ezzel a játékkal, ráadásul hogy plusz még akkor, hogyha esetleg el is vesztek a cuccaim. Szóval aztán
végig gondoltam egy tervet, ugye azt a taktikát, amit most, amit az előbb ott mondtam, hogy hogy hát, hogy mögötte elkerülöm, aztán ott elfutok, aztán maximum, hogyha ott nincsenek zombik, akkor csak egy zombival, aztán hogyha ketten üldöznek, akkor még másik ketten is fognak, meg ki megyek ott, aztán még egy ötödik is jön, azt jó van. Aztán mégis a taktika nagyon jól bevált, és végre minden sikerült, elbújdostam itt, aztán végre sikerült minden, és akkor... És tényleg azt hittem egyébként, hogy ha nincsenek meg a cuccaim, vagy ha meghalok, akkor most már végképp tőlem ezt a játékot, mert ez már annyira necces volt megszerezni, de aztán még... Jól van, akkor szerintem elbúcsúzok tőletek, és akkor a következő részben már elkezdünk fát vágni, barkácsolni, szóval nem harcolni, meg talán lootolás egy kicsit lesz, de harcolás ez nem nagyon. De mondjuk lehet, hogy a lootolással a harc is jár. Na mindegy, már egészen berekedtem itt a sok beszédtől, szóval én elbúcsúzom tőletek, én Ádám voltam, köszönöm a figyelmet, sziasztok!